Lassan láthatóak a Sóstó és Kanzén felújításának eredményei. A bejárati épület például már elnyerte a tervező által megálmodott formát. Ugyan a belső munkálatok még folynak, de a tető már a helyén és a külső szigetelés, valamint a színezés is elkészült. Látványos a műtárgyraktár is, amely korábban egyszerű raktárépület volt. Ezzel a fejlesztéssel méltó körülmények közé kerül a múzeumfalu közel 40 ezer darabból álló gyűjteménye, amelyből mindössze 10 ezeret láthatnak a látogatók. Nem csak a központban, a múzeumfalu egész területén új utak lesznek, így a látogatók sokkal komfortosabb körülmények között nézhetik meg az elmúlt évtizedek kincseit. De nem csak ilyen jellegű infrastruktúrális felújítást tartalmaz a projekt. A porták is megújultak, hiszen az is szembeötlő, hogy a zsindely tetejű épületeinken mindegyiken kicserélésre került a zsindely. Főleg az iskolai épületünk volt nagyon rossz állapotban, a tetőfedő anyaga, de nem csak ez, hanem a templom is megújult, a harangtorony. Van egy kisnemesi házunk, amelyik szintén, illetve egy másik kisnemesi házunk, amelyik kiállító térként funkcionál, tehát ezek nagyon jelentős fejlődések a múzeumfalu életében, mert ezek igen nagy összegbe kerülnek, ezek a zsindelyek, hiszen fából készülnek, kézzel hasítják őket, és ennek a újrafedése ezeknek az épületeknek, ez most egy időre, pár tíz évre megoldotta ezt a problémát. A hagyományos meszelést minden évben elvégzik a szakemberek, hiszen az időjárás megviseli az épületeket, de az ilyen nagyszabású felújításokat csak pályázati forrásokból tudják kivitelezni. A mostani közel 700 millió forintos Európai Uniós támogatást az állam közel 100 millió forinttal egészítette ki. Ebbe belefér az is, hogy a központi rész új világítást kapjon. A múzeumfalu ismertetői ezentúl a magyar mellett angol, német, szlovák, lengyel és román nyelven is elérhetőek lesznek. Egy okostelefonos applikáció is készül, amely a tartalmi élményt bővíti majd angol és magyar nyelven. Olyan fejlesztések is vannak, amelyek a látogatóknak az élmény szerzéséhez járulnak hozzá, hiszen másolatban készülnek el tárgyak, amelyeket megfoghatnak, használhatnak a területőreink, tehát akik az egyes portákon vannak és azokat gondozzák, ők is olyan viseletet kapnak majd, ami ennek a 20. század elejé korszaknak megfelelő, és amelyet ezen a vidéken, tehát itt a Észak-Kelet-Magyarországon viseltek az emberek, mert hogy szeretnénk, hogyha elkészül a, vagy befejeződik a beruházás, akkor a látogató egy olyan élménnyel gazdagodva menjen el, hogy kedve legyen megint visszajönni a múzeumfaluban. A színpadi részen fix ülőhelyeket alakítanak ki, ezek a szabadtéri programok megtekintését teszik kényelmesebbé. Ugyanezt a célt szolgálja a lelátó alatt kiépített kiszolgáló egység is.